Új tulajdonosa van Szerdától a DVTK-nak. A 110 éves múltra visszatekintő klubot működtető KFT-t ugyanis eladta a korábban a szállodaiparból is ismert nagyvállalkozó Leistinger Tamás érdekeltségébe tartozó Aragó Zrt. Az új tulajdonos a Borsodi Sport Holding Kft., aminek az ügyvezetője Magyar Mátyás, aki egy budapesti magánkorházat is vezet. A labdarúgó csapatnál közben folytatódtak a személycserék, így már nem Geri Gergely a vezetőedző. A felvidéki tréner decemberben érkezett, és mindössze három mérkőzésen ült a piros-fehérek kispadján. Helyére egy horvát edző, Zoran Zekic érkezett, akinek az Európai Kupa porondon is komoly tapasztalata van. 2015 és 2019 között pedig az eszék csapatát irányította. Szelda este jelentette be a DVTK, hogy egy másik tulajdonosi kör irányítja tovább a klubot. Az új ügyvezető Magyar Mátyás a változást úgy kommentálta, hogy az előző tulajdonosi körnek köszönhetően a klub újra visszakerült a magyar sportérképre. A klubvezetés célja pedig, hogy a jövőben a DVTK labdarúgó csapata a bajnokságban európai kupa szereplést érő helyen végezzen. Ám ezzel nem álltak meg az események. Csütörtökön derült ki, hogy már nem Geri Gergely labdarúgó csapat vezetőedzője. edzője. A trénert a 46 éves horvát szakember Zorán Zekics váltotta a kispadon, aki eddigi pályafutása során a nemzetközi porondra vezette az eszéki csapatot, ami a többi közt a PSV eintóvent is búcsúztatta. Ezen kívül Moldovában bajnoki címet és két kupa győzelmet is ünnepelhetett. Az új edző csütörtökön már meg is tartotta az első edzését. A keret átalakítása pedig tovább folytatódott. Diego a 28 éves horvát védekező középpályás a lengyel vonalból érkezett, szükség esetén pedig a védelem közepén is bevethető. A játékos korában több országban is játszott már, Csehországban bajnoki címet és kupát nyert, és az Európa Liga csoportkörében is szerepelt. A Diósgyőre a tavaszi rajt előtt két edzőmérkőzés is vár. Majd január 20-án szerdán a Ferencvároshoz látogatnak a pirosfehérek egy elmaradt bajnokit pótolni.